Köszöntöm a beszélgető könyv két szereplőjét, Lengyel Lászlót, a pénzügykutató ZRT elnökvezérigazgatóját, és Surányi Györgyöt, az Intéz, a São Paulo bank regionális vezetőjét. Tegeződni fogunk csak azért, mert egyrészt a tétben tegeződöm a Lacival, másrészt téged megismerlek kb. 30 vagy akárhány év. Szóval elég furcsa lenne, ha magázodnánk, remélem a nézők ezt megbocsátják. Mindenekelőtt az érdekelne, hogy meddig tartott ez a beszélgetés közöttetek, aminek a végeredménye egy 436 oldalas könyv, amelyet volt szerencsém a hétvégén elolvasni. Nem azt mondom, hogy átrágtam magam rajta, mert igencsak élvezetes olvasmány volt, de mennyi ideig beszélgettetek? Hát nagyjából egy év volt. Én azt hittem, hogy hónapok. Hát hónapok voltak abban az értelemben, hogy nem teljesen, nem nyilván nem egy éven keresztül folyamatosan beszélgettünk, de nagyjából egy éven keresztül készült a könyv, és akkor hát összességében nagyjából 14-15 beszélgetésből állt össze a könyv, amit többé-kevésbé múlt év október, szeptember-októberére zártunk le olyanra nagyjából, amit késznek lehet mondani. Ez a könyv úgy indul, nekem legalábbis, mint hogyha Lengyel László a te életutadat követné végig, vagy akarná végig követni, mint riporter, és aztán a végén kialakul egy olyan, nem is a végén, már tulajdonképpen a közepétől kezdve, két teljesen, tehát a riporter szerepéből a Laci kicsúszik, és elmond különböző önálló véleményeket, miközben te is elmondod a magadét. De most nem csigázom tovább az érdeklődést, csak be akartam vezetni, hogy a nézők tudják, hogy itt tulajdonképpen mi volt a háttere ennek az egésznek, és én rögtön mindjárt a kellős közepébe vágnék, mert fölírtam magam néhány olyan dolgot, amire azt gondolom a nézők is kíváncsiak. Például arra, amikor arról beszéltek, hogy miért nem lehetett Magyarországon adósság átütemezést kérni annak idején. Mert mindenki ezzel jött, hogy mennyire más lenne most itt az élet. Ha annak idején hivatkoztunk volna kólkancellárnál, hogy kiengedtük a németeket, meg hivatkoztunk volna ennél, annál, hogy az a kommunisták bűne volt az adósságfelvétel, de aztán ez mégse történt meg. Nagyon nehéz röviden válaszolni. Az egész műsoridő nem lenne elég csak erre az egy kérdésre. De egy néhány pontot azért sorolnék. Egyrészt az, hogy Magyarország ilyen mértékben eladósodott 1989-90-re, azért ez hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon az életviszonyok, életkörülmények jelentékenyen mások voltak a szüleink generációjának, mint a környező országokban. Kettő, egyáltalán nem voltunk abban a helyzetben, hogy átütemezést kérhessünk. Három, minden alapos és józan mérlegelés azt mutatta, hogy egy egyoldalú fizetésfelfüggesztés, fizetésbeszüntetés sokkal nagyobb áldozatot követelt volna a magyar társadalomtól. Végül, de nem utolsóban van egy nagyon fontos erkölcsi vonatkozása is, ami máig ható. Egy új világot kezdeni, egy piacgazdaságot úgy kezdeni, hogy kérem, én nem fizetek, én nem állom az elődeimnek a szavát. Ez azt gondolom, hogy igen, igen súlyos károkat okozott volna. Megjegyzem, az első 10 éve az átmenetnek, és erről sokat beszélünk Lacival, az első 10 éve az átmenetnek azt mutatja, hogy adósság átütemezés nélkül is Magyarország a régió egyik legsikeresebb országa volt, 96 után kifejezetten a fenntartható pályán, és gyors növekedést produkált a magyar gazdaság. Tehát nem igaz az, hogy a mi bajaink onnan datálódnak, abban gyökereznek, hogy viszonylag nagy adósságot örököltünk. De ha azt mondja a Gyuri, hogy nem lehet egy piacgazdaságot rögtön azzal kezdeni, hogy kérem, én nem fizetek. Hát ahogy dőltek a kelet-európai dominók, eldőlt Csehország is, eldőlt Lengyelország, és Lengyelország adósságát is, vagy annak egy részét elengedték, és ők is korábban nem voltak piacgazdaság. Hát azt kell mondanom, hogy ezzel nem nagyon jártak jól a lengyelek, sőt, meggyőződésem, hogy a lengyel átalakulásnak egyik nagy problémája volt, hogy lényegében rögtön az elején sokkterápiával elég rémisztő dolgokat kellett végrehajtani, és nagyjából éppen hogy az az évtized, amivel később kezdtek
hozzá dolgokhoz. Most másképp is jobban csinálták, szerintem a második évtizedet. Pont fordítva van az ő esetük, mint a miénk. A cseheknél nem volt ilyen adósság, tehát ott ez fel sem merült. Akik ebbe még bejutottak, és akiknél egyébként drámát okozott, azt tudjuk Jugoszlávia, ahol ez egyébként végül polgárháborús viszonyokká változott, tehát az biztos, hogy ott egy szörnyű tragédiába torkolt, éppen a fizetőképtelenség. Tehát itt mindenkinek különböző a helyzete. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly szakmai vita volt egyébként, és politikai vita, hogy kell-e vagy nem kell, és lehet-e egyáltalán átütemezés. Azt hiszem, hogy azzal alapoztuk meg a jó hírünket. Aztán mire mentünk vele? Nem, ez most egy más kérdés. Most azt kell mondanom, hogy most látjuk, amikor a jó hírünk nincs meg, hogy mit jelentett az, hogy először 2005-2006-ban a szocialista Gyurcsány kormány nem mondott igazat, és a hazugságát lényegében a nemzetközi piac nem fogadta el. És most meg éppen azt látjuk, hogy a magyar kormányzattal szembeni nagy bizalmatlanságnak egyik oka, hogy a hitelességét számon kérik. Szerintem itt egy bizalmi válság az, ami az elmúlt évtizedben többször is föllépett Magyarországgal szemben, és az például egy országot kómába tudja vinni gazdasági növekedési szempontból. Ha szabad a lengyelekre egy percig vissza, fél percre visszatérni, Lengyelország már 1982, tehát a szükségállapot után, 1982 után fizetésképtelenné vált. Tehát azokat a terheket, azokat a szenvedéseket, azt a nélkülözést, amit egy fizetésképtelenség kivált, a lengyelek már letudták, maguk mögött hagyták. Ők már 10 éve nem fizették az adósság utáni terheket. Ennek következtében nem volt kérdés, hogy nekik ez bármilyen kockázatot jelentett volna az új világ indításában. Tehát nem arról volt szó, hogy eddig fizettünk és most abba hagyjuk, hanem leállították. De van még egy párhuzamos példa, mondjuk Bulgária. Bulgária 1990 tavaszán vált fizetésképtelenné. A magyar nélkülözésekhez, a tranzíciós válság terheihez képest a bolgár 2-3-szor akkora volt. Tehát elég jól lehet, ha szabadna ilyet mondani, modellezni, hogy mibe kerül egy átütemezés, és mibe kerül az, hogyha valaki erejét megfeszítve, de tisztességesen helytáll. Biztos mind a ketten olvastátok annak idején Becke Kata Jézus Mária Győztünk című könyvét, amely a rendszerváltás után az MDF-ről és az akkori hatalomról szólt, és nekem rögtön ez a könyv jutott eszembe, amikor ebben a beszélgetőkönyvben ahhoz a részhez értem, amikor Rabár Ferenc azt mondja neked, hogy te jó Isten, én leszek a pénzügyminiszter. Lacinak mondta, nem, elnézést. Hát jó Isten, én leszek a pénzügyminiszter, de én soha életemben nem dolgoztam a pénzügyminisztériumban. Most ennyire amatőr volt Antal József kormánya? Hát ilyen értelemben egy nagyon jó szándékú relékember volt Rabár Ferenc, és tisztességesen megpróbált megfelelni annak, amit itt az előbb. Mégis ugyanakkor valószínűleg ez például egy nagyon kellemetlen kérdés, hogy költségvetési tárgyaláson életében, vagy tulajdonképpen a költségvetéssel érdemben nem foglalkozott. Ez egy nagy probléma szerintem az Antal kormányban, nem véletlen, hogy aztán a második menetben, tehát részben, amikor Kupa megjött, és amikor kezdődött egyfajta professzionalizálódás a gazdaságpolitikába. Egyébként nagyon jó szándékon és tisztességesen, szerintem a Gyuri erről sokat beszél, egy tisztességes politikát próbált Rabár Ferenc összerakni. Azt hiszem, hogy ott leginkább a politikai szándék hiányzott, nevezetesen Antal Józsefnek a ezzel kapcsolatos politikai szándékai hiányoztak, valószínűleg nem is tudta igazán átlátni, hogy neki ezek között a feladatok között hogyan kéne sorba rakni, de azért óvatosan megint csak azt kell mondani, később is voltak kormányok, amelyeknél nyugodtan a bejövetelük után fölkiálthattunk, hogy Jézus Mária győztünk, tehát az üres dosszié kormányai és azok, akik aztán ott esetleg pénzügyminiszterek vagy miniszterelnökök lettek, ott is a Jézus Máriát nyugodtan kimondhatjuk a magyar kormányok vonatkozásában. Tehát ez nem feltétlenül az Antal kormány, sőt, én nagyon ellenszem az Antal kormány akkori politikáját. Ma visszatekintve meg nem esült a szemembe. Szóval ahhoz képest, hogy miket produkáltak a magyar kormányok, azóta Antal József kifejezetten egy magas piedesztára került. Menjünk egyet tovább. Devizahitel. Felvétel,
aminek gyakorlatilag máig nyögjük a következményeit. Arról az olvasható a beszélgetésben, hogy te nagyon következetesen ragaszkodtál ahhoz, hogy devizahitelt igazából csak beruházásra lett volna szabad adni, nem pedig fogyasztásra, és akkor nem tartanánk itt. Nagyon sarkítottam a véleményt. Én még egy kicsit tovább sarkítanám, mert Laci visszavezet engem a időben, és tulajdonképpen egészen az utolsó pillanatig, amikor a Nemzeti Bankban voltam, határozottan tiltakoztam az ellen, hogy belföldi szereplők, belföldi jövedelemtulajdonosok egymás között devizában üzletet bonyolíthassanak le. Tehát 2001 elejéig Magyarországon senki magánszemély nem vehetett fel devizahitelt. Devizahitelt olyanok vettek és vettek is fel, akik exportáltak, tehát természetes módon devizabevételük volt egyfelől. Másfelől a devizahiteleknek a kialakulásánál elég részletesen végigmegyünk azon, hogy milyen okok vezettek ide, kik milyen felelősséggel bírnak. Megint nagyon messzire vezetne ezt elemezni, de biztos, hogy nagyon komoly felelősség terheli ennek a folyamatnak a kialakulásában a mindenkori kormányokat, tehát 2002-2003-tól 2008-ig. Biztos, hogy komoly felelősség terheli a mindenkori jegybankot, a mindenkori bankfelügyelet, minket, kereskedelmi bankokat, és persze a hitelfelvevőket is. Tehát itt nagyon sok szereplő téves döntései összességében okozzák ezt a problémát. Az egyik az, hogy nem beruházásra fordítódott. A másik súlyos probléma, hogy az eurón kívül más devizanemben is lehetett, nevezetesen svájci frankban felvenni. Az egész probléma lényegesen tompább lenne, kevésbé fájna, hogyha ez a devizahitelezés például csak euróban történt volna. Amikor a beruházásra beszélünk, akkor nem arra kell gondolni most a nézőinknek, hogy ilyen nagy beruházások, mint amilyen gyárak vagy egyebekről van szó, hanem te már a lakást is beruházásnak tekintetted, de mondjuk az autókat, vagy a hűtőszekrényt, vagy a színes tévét, hát azt az már fogyasztás. Nem. Igen, az fogyasztás, és fogyasztásra végképp téves dolog volt. Felelőtlen volt, aki adta, felelőtlen volt, aki felvette, és hát súlyos hibák sorozata eredményezte azt a jegybank, a felügyelet és a kormányzati politika oldaláról, hogy egyáltalán szóba kerülhetett a devizahitel. Nagyon röviden itt arról van szó, hogy egy országban van egy adott pénzügyi megtakarítás. Ezt a pénzügyi megtakarítást teljes egészében a mindenkori költségvetési hiány elszívta. Következésképpen forint megtakarítás nem maradt arra, hogy beruházásokat, ezen belül lakásberuházásokat finanszírozzanak. Tehát az egyetlen lehetőség az volt, hogy ez devizában történjék. Ezt pedig korlátozni kellett volna. Ez a könyv bizonyos intim titkokat is föltár. Többek között például azt, amiről már itt a bevezetőben is szó esett, hogy gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc a válság idején összehívott egy ilyen nagy nemzetközi konzultációt, de még akkor sem mondta el az ellenzéknek, jelesül Orbán Viktornak, hogy ő közben a színfalak mögött tárgyal az IMF-fel hitelfelvételről. Milyen oka lehetett erre Gyurcsány Ferencnek, és ez mennyiben játszhatott közre az ő végleges bukásában? Hát én azt gondolom, hogy ez különben nem egy óriási titok, tehát ezt mindenki tudhatta, hiszen összehívták a nemzeti konzultációt, amin egyébként a Gyuri személyesen meg is jelent, és ott megkérdezték az ott ülőket, hogy mi az álláspontjuk a válság kezelését illetően. Eközben azonban zajlott a háttérben a valuta alappal a tárgyalás, és ezt, ugye ez nyilvánvaló, hogy jelentősen megváltoztatta volna a képet, hogyha ezt tudják a jelenlévők. De attól félhetett Gyurcsány Ferenc, hogy akkor majd lebeszélik-e? Hát nyilván attól, hogy kiszivárog, bár ez, azt kell mondanom, hogy ez így egy elég gyenge érv. Én egyfolytában, akkor is ez volt a véleményem, és ezt nyilvánosság előtt is elmondtam, ma is az a véleményem egy ilyen kormányzati helyzetről, ha jobboldali csinálja, ha baloldali, mindegy. Lényegében egy olyan válsághelyzet alakult ki, amelyben a felelősséget célszerű és szükséges megosztani. Itt nemhogy eltitkolni kellett volna, hanem természetesen tudomására kellett volna hozni az ellenzéknek, hogy egy, mi a helyzet, miért van szükség arra, hogy a valuta alappal az Európai Unióval tárgyaljunk, és mik a tárgyások feltételei, sőt, én, bocsánat,
nem kormányzati tényezőként is azt javasoltam volna, az ellenzék képviselő üljön ott a tárgyaláson, ne tételezze föl azt, amit egyébként azóta föltételeznek, hogy voltak olyan titkos egy Molotov-Ribbentrop titkos amelyek, paktum hát, volt. Ha maga, mert ugye a szerződés nyilvánosságra került, de akkor biztos van mögötte egy másik szerződés. Tőlem is kérdezgették a Fidesz gazdasági vezetők, hogy mi az a titkos, nem tudom mi. Na most én úgy gondolom, hogy ezt el lehetett volna kerülni, és az az igazság, hogy ebben a szituációban már világosan látszott, hogy az ellenzéknek kellő politikai ereje is van ahhoz, hogy kormányra fog jutni. Tehát már csak azért se csinálnék ilyet, mert egy jövendő kormányt hozok olyan helyzetbe, hogy fölveszek egy nagy hitelt, erről tárgyalok, és a partnert, és én partnernek tekinteném az ellenzéket, nem értesítem. Szeretném mondani, ez fordítva is így van, tehát ha az Orbán kormány ugyanilyen helyzetben van, én azt gondolom, hogy be kell hívni az ellenzéket, meg kell neki mondani, hogy uraim, ez a helyzet van, próbáljunk meg együtt tárgyalni. Menjünk tovább 2009-hez érve még, hogy volt egy idő, amikor talán volt esély, legalábbis elméletben, ahogy én olvastam a könyvet, egy szakértő kormány felállítására, amelynek Surányi György lett volna a vezetője, de ez nagyon gyorsan megbukott. És ahogy én kiolvastam a könyvben, elsősorban az SZDSZ ellenállásán bukott meg, ez így van? Két részre kell bontani, két szakasza volt ennek. Laci jobban tudja, mert ő jobban involválódott tulajdonképpen, őt nem kérték fel miniszterelnöknek, de igen, ez az ő szerencséje. Vagy lehetett volna. Szóval arról van szó, hogy 2008 nyár végén valóban szóba került egy szakértői kormány létrehozása, de akkor sem az SZDSZ többsége, sem pedig az MSZP többsége, vagy nem is a többsége, az MSZP csúcsvezetése nem támogatta ezt a gondolatot. Ez egy olyan pillanat volt, amikor talán az ellenzék, több mint talán, erről beszélünk, az ellenzék pozitívan semlegesen állt volna hozzá egy ilyen formáció létrejöttéhez. 2009 tavaszára, amikor valóban elsőként fölkértek arra, hogy egy ilyen kormány vezetését vállaljam el, addigra azonban már az ellenzéknek a ehhez való affinitása, az erről való gondolkozása az eltelt idő és a megváltozott helyzet következtében átalakult. Innentől kezdve már az ellenzéknek nem volt érdeke az, hogy pozitívan neutrális, semleges legyen. Én pedig úgy gondoltam, hogy egy ilyen szakértői kormány akkor tud igazán jó munkát végezni, akkor tud igazán szakértői lenne, felülemelkedve a pártpolitikai érdekeken, hogyha ezt a politikai spektrum fontos elemei is támogatják. Egy nagy ugrással elérkezünk gyakorlatilag a mához, de mielőtt a mához érnénk, ennek a könyvnek a vége felé az fogalmazódik meg, hogy ennek az országnak egy új mohács kell ahhoz, hogy végre ráébredjen arra, hogy mit is kellene tenni. Én nem érzem ennek a mohácsnak az eljövetelét, pláne nem érzem akkor, amikor most a jelenlegi kormányzat, hogy mondjam, győzelmi indulókat énekel és zászlókat lobogtat, hogy a túlzott deficit eljárás alól Magyarországot kiengedik. Kell a mohács? Ezt a mohácsot a Gyuri mondja, ezt jó, ha ő magyarázza meg, igen. Nem ennyire kijelentő módban szól a könyvben, hanem valami olyan összefüggésben, hogy talán mohács kellene. Remélem, hogy nem, de valóban ez elhangzik. Attól tartok, hogy ma Magyarország olyan mértékben megosztott, olyan mértékben a két oldal egymás kiszorítását tartja elsődlegesnek, az előző apró momentum, amit a Laci mondott, az szinte eltörpül ahhoz képest, hogy a két oldal egész egyszerűen a másik felet nem tartja legitimnek, nem tartja alkalmasnak az ország vezetésére, az egyik megtagadja a másiktól egyáltalán azt, hogy a nemzet részévé váljék. Na, ilyen helyzetben Magyarország az elmúlt években gazdasági értelemben mindenképpen, de az értékrendjét tekintve is az az érzésem, hogy visszacsúszott, lefelé csúszott, elfordult a nyugatos értékektől, és nekem az a meggyőződésem, hogy anélkül, hogy ez helyreállna, visszaépülne, nem fogunk tudni egy olyan pályára állni, amiben lelkileg értékeinket tekintve, anyagi viszonyainkat tekintve közelíteni tudunk a legfejlettebb világhoz. Akkor nem a mohács kifejezésen lovagolnék tovább, hanem azon, ami szintén olvasható a könyvben, az elszigeteltségen.
Igen. Hát azt gondolom, hogy miközben győzelmi jelentések, és most mit tudom én, holnap után a győzelem kongresszusa lesz, ami 1952-ben volt utoljára az SKP-nál, tehát felolvassák a születésnaposnak a dicsőítő énekeket. Ettől függetlenül ez nem változtat azon, hogy Magyarország nagyon régen volt ennyire nemzetközileg elszigetelt, és nagyon régen volt ennyire a bizalmatlanság kellős közepén. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos értelemben a gazdaság ennek csak egy kifejezője, hogy nincs növekedés, és a jelen állapotok szerint nem is nagyon valószínűsíthető, hogy komoly növekedés legyen. De úgy gondolom, hogy ennél messzebb vezet, hogy lényegében a társadalmi erők, benne nincs felhajtó erő, tehát a társadalom jelentős része nem lát maga előtt pozitív perspektívát. Most nem mondom el, hogy hány százalék gondolja azt, hogy rossz irányba mennek a dolgok, most már évek óta így gondolják. És szomorúan mondom, hogy alternatívát se. Tehát nem lát olyan alternatívát, amely kivinné őt a bajokból. Ehhez már csak az a tényleg szomorú tény van, hogy eközben Európával is háborúzunk, amelyet éppen ellenkezőleg most kellene megközelítenünk, és minden egyes háborús lépéssel távolodunk tőle. Tehát most pessimistán is befejezhetném, de mégis optimistán akarom befejezni, hogy ugyanakkor Magyarországon, én azt gondolom, ez a könyv is erről szól, mi fölhalmoztunk, és az ott most nem kettőnket értem, hanem a magyar gondolkodó, 80-as években felnővő nemzedékek. Fölhalmoztunk egy tudást. Remélem, hogy nem volt elfecsérelt az a 80-as évek elejétől a 90-es évek végéig, tehát körülbelül 20 év, ami alatt mi ennek a világnak az eleje, mármint a keletől az eleje voltunk. Az, hogy most a végére csúszunk, ezt én remélem, hogy csak átmeneti, mert hogy ez a felhalmozás lehetetlen, hogy teljesen elmúlja. Neked is ez a véleményed? Remélem, hogy Lacinak igaza van. Mondjuk 20 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy nem csak 20 éve, 10 éve is, hogy Magyarország sikerre van ítélve. Az elmúlt években már nem mernék ilyen egyértelmű kijelentéseket tenni, de abban biztos vagyok, hogy ennek az országnak a lehetőségei, képességei adottak, hogy tudunk-e ezzel élni, ebben nem vagyok 100%-ig meg biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük. Köszönöm szépen.